12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dél. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a 133. adásunk és a Tólián Web című epizódot fogjuk kitárgyalni. Attila és Dév társaságában fogok beszélgetni természetesen most is. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Nem tudom, volt már olyan érzésetek Star Trek nézés közben, hogy titeket sokkal jobban érdekel a B-plot, mint maga a story? Hát ha igen, akkor a Lower Decks az a ti sorozatotok, mert itt az a koncepció, hogy háttérbe kerül minden olyan történet, ami egy nagy blockbusterbe, vagy akár csak egy epizódban elvinné az egész sztorit, és azok a kis magánéleti csekéségek vannak inkább kitolva, amik nem olyan jelentősek. Ugye maga ez a jelentéktelenség már a sorozatnak az intrójában is megjelenik, ez a hajó, ez neki megy mindenféle aszteroidának, üstökösnek, elsodorják az űrbeli jelenségek, amikor kitör egy konfliktus lövöldözés, akkor inkább megfordul és elmegy onnan. Szóval ez a Lower Dex, hogy tetszik nektek ez a koncepció? Amit vártam egyébként, hogy van a Tartakovsky féle klónháború rajzfilm, körülbelül én ezt vártam, és tényleg ez be is jött, és azt mondom, hogy nekem ez így tetszik. Legszívesebben azt mondanám, ez egy ilyen balszerencsés hajó tényleg a, főcím alapján, hogy tényleg, ha kell neki megy mindenek, ezek szerint a kormányossal sincs semmi jó, tehát ők azok, akik nem csinálnak semmit, de azt nagyon nem jó csinálják. De a végén azért csak összejön. Nem is baj, hogy van egy ilyen könnyedebb, humorra vett sorozat is bejön, kell ez egy kicsit egy kis gőzkielésztésnek, mert hát ezt eddig még nem nagyon vállalták be a készítők, hogy legyen egy ilyen humoros oldalról mutatja be az egész Star Trek univerzumot. Engem mondjuk egy másikra is emlékeztet, hogy a franciák annak idén megcsináltak a három testőrnek azt a változatát, ahol tulajdonképpen nem a három testőr végezte a kalandoknak a oroszlán részét, hanem mindig a úgymond a zinasaik, ők voltak a tényleges hősök, akik megoldották a problémákat, tehát nem baj, az, azért ez egy kicsit a kis embereknek is egy kis uh, megerősítés, hogy igen, jó, hiába vagy csak zászlós, vagy frissen végzett akadémiai kadét, rádi szükség van, és néha lehet, hogy pont te adod a megoldást, tehát hozzájárulsz ahhoz a közösséghez, ami egy hajó legénységét jellemzi. Nagyon elcsépeljük azt a kifejezést, hogy a jó egyensúly, ezt talán az Orville esetén tanultuk meg nagyon sokszor kimondani, és itt is ez a helyzet mert egyszerre tiszteleg a Star Trek előtt, a TNG is betűtípus, meg a zene, meg minden, és egyszerre mutatja meg azt az oldalát, amit még nem láttunk, és mer blőd lenni, és idétlen lenni. Én azt hiszem már ezeket láttuk, tehát rengeteg a self kezdve, rengeteg rajongói fanfictionekben, mémekben, miniképregényekben, tehát a rajongók hoztak, vagy próbáltak olyan kontentet behozni, ami szintén kifejezte a rajongásukat, de ugyanakkor azt, hogy, hogy nagyon is jól be lehet hozni a Star a humor világába, és a humort a, Star -be. Ez a Star ez a szabadság, ami most itt az alkotó kezében van, sokkal korábban meg kellett volna, hogy történjen. Én azt hiszem, hogy nagyjából így, amikor a Simpsons meg a Futurama futott egymással párhuzamosan, és mind a kettőbe bele voltak csempészve Star Trek poénok, figurák, például Nemo is rajzolva, meg a hangjával ott volt. Nem is beszélve, hogy a Futurama is mennyire sűrűn hozta a, a, akár a Star Trek, vagy a Stiffy contentet. Helyettesítve azt, hogy már akkor kellett volna a 90-es, években valami ilyen. Tehát én azt mondom most így az első epizód után, hogy óristen derégen kellett volna már egy ilyen. És te jó lenne, ha ott lenne már a könyvtáramban az a 20 epizód, egyébként 22 epizódot jelez az IMDB büszkén, és így jó hátra ülni nézni, hogy igen, 22 ilyen gontalan, fel, felhőtlen szórakozást lesz még benne. Két évad együtt. Hát igen, így szokta az IMDB, hogyha meg van rendelve a másik évad, Aha. akkor ő már azt jelzi, hogy, hogy 22 epizód. Ez tök jó hangzik így. Már most látunk átívelő szálakat, már most látunk forlatokat, ami pont ide beleélik. Tehát nem, nem a nagyon nagy dolgok fognak itt történni, és a nagyon nagy kamók, és a nagyon nagy mozifilmes utalások, hogy vajon mi történt 2380-ban, hanem szépen finoman, hogy igen, akkor vagyunk a TNG korszakban, mit? De csak azért vagyunk ott, mert azt tökre jól ismerjük. És abban jó egy kicsit ezeket az exogokat megkeresni, ezeket az alsó fedézteket bejárni, és a, az ottani szívásokat, nyuglődést, az érzelmeket, tehát például Radefornak, hát a, egy fiatal nem a randevón jár minden pillanatban az eszem, még munka közben is, és még ha valami nagyon nagy gáz van a fedélzeten, akkor is a randi meg a szerelem a legfontosabb, mert akkor épp a legfontosabb vagy, aki például a Bohemler, aki elég elég büszke és törekvő, meg hát a Mariner az még inkább, ők elég jól párost adnak, nagyon érdekes lesz szerintem a kettő közötti dinamika. Tehát épülnek fel a karakterek szépen, és ugye a úgynevezett mellékkarakterek, főtisztek is hoznak egy-egy jó poént, lást, ugye, ugye volt a, a ransomnak meg az egyik tisztnek ez a vállazása például, tehát ez a menőség, hogy én vagyok az első tiszt, és hogy, tehát ez, ez, ez tökre benne van, amit mind oda képzelsz így poénokban, hát gyártottuk a poénokat, vagy a mémeket, úgymond, meg a vicceket, mert hát, tudtátok, mi van, ha sztátek rajongók összejönnek, persze, hogy humorizálnak a, a sztátreken, most meg explicit ez, ez ki van mondva, és ki is lehet mondani, meg ki is kell mondani. Tehát ez egy, megint egy újabb, egy, egy, egy újabb Star amit szer szerencsére vagy hál' Istennek nem kell azon a fővonalon venni, hogy most ez viszi tovább a kánont, és akkor most nézzük, mi történt a, a is meg a pikár között, majd a, a, a Loverdex mutatja be. Nem, mert mellékülletéseket látunk, elágazásokat látunk, amiket gondolatban szerintem eddig is szívesen megtörtünk volna, mert sem meg sem itt van, lerajzolták nekünk és a rajz annyira, nekem az például nagyon bejön. Tehát a rajz az a 2D, 3D közötti elég letisztult, de azért nem elég, nem teljesen abstrakt, mert azt meg már nem szeretem, ahol nagyon le vannak egyszerűsítve a figurák. Itt még nagyon sok részlet is ott van, nagyon sok minden visszacsenk, hogy igen, igen, ilyen egy elkárz, ott van egy, a, a komp, stb. fegyverek, tehát nagyon sok ismerős dolog lesz, nyilván egy kicsit ilyen name dropping is, Lásd, hogy az utolsó mondatok Záporoztak ránk a különböző nemek, de direkt poénkodva, hogy amikor a Discovery csinált name droppingot, vagyis dobált be régi karakterneveket, az kicsit érezték, hogy áh, minek kell ez ide, csak hogy kánonival váljunk. Itt meg érzed, hogy direkt rájátszanak arra, hogy gyorsan begyomnak körtől kezdve nem tudom hány embernek a nevét. Ismered, ismered, vagy nem is tudom, mi volt a végén. Tehát ezzel elpoinkodnak a Star vagy a trek meg a trekkerségen is poinkodnak, de nem arcúcsapás szinten. Szóval kellemes üdítő, barom jó a főcím, nem tudom hányszor néztem vissza, nagyon tetszik, hogy TNG is a betűtipus pont ennyit kell explicit TNG bele, hogy azt mondja, hogy, hogy ott vagyok, ott vagyok, ahol, ahol, ahol lennünk kell, meg ahol kellemes kalandok várnak. Ádámmal csináltunk egy hosszabb kibeszélőt, ezt majd megtaláljátok itt a leírásban, kicsit spoilereztünk is, meg kicsit tágabb értelemben a Star Trek univerzumról is tartottunk egy diskurzust, és volt egy ready room is, mert hogy folytatódik ez a after show, és Will Wheaton vezette, Mike mcmahon beszélgetett többek között, és voltak exkluzív klippek, tartalmak. Dév, ezt megnézted, láttad? Hát én most exkluzív a, az Impulzus Loverdex kontentet néztem meg, és mindenkinek ajánlom, szerintem most ez a gazdagabb tartalom, vagy így, hát most ez kicsit így stúdión belülről ez nem hangzik talán olyan jól, de belső reklám nyugodtan lehet, hiszen ezt ti Ádámmal ketten készítettétek, és ezzel egy, egy nagyon jó egyszerűs mind content vagy műfajt is behoztatok az, az impulzusról, visszahoztatok, tehát két, két ember leül és nyugodtan megbeszéli az epizódot. Vilvetent is kíváncsi vagyok, bár nekem meglepet, hogy most is van egy ilyen 30 perces valami, majd kíváncsi leszek, hogy ezt, ezt is ők tartják-e a, a jövőben, de jó lesz így körüljárni háttereket. Igazából most nem akarom annyira körüljárni ilyen mélyen, hogy most mi volt a, teszem az utalás. Tehát most kicsit könnyedebben szeretnék szórakozni, tehát nem akarom összeszedegetni, hogy most akkor itt az Elkárzana itt ugyanaz a bagi volt, amiben a pikára nemezésben a, benne ült. Lehetne összeszedegetni, és ezek jó kis utalások, de annélkül is szerintem élvezhető. Ilyen módon nem biztos, hogy csak Star rajongóknak tudjuk ajánlani, mármint a, a Lower tehát lehet kintről, de én szerintem azért az feltétele, hogy legalább azért így rajzfilmes szinten nem az, hogy valaki járatos legyen, hanem úgymond alapból, hogy legalább ne utálja, vagy úgymond legalább egy picit szeresse ezeket a kicsit felnőttesebb rajzfilmeket. Te következő hírtől el fogjátok dobni az agyatokat, ez egy friss, ropogós történet, most délelőtt jött akkor, amikor fölvesszük ezt a műsort, leállították a Noah Hawley koncepcióján alapuló Star Trek mozifilmnek a fejlesztését. Hát amióta az Impulzus Podcast létezik, azóta folyamatosan számolunk be róla, hogy milyen Star Trek filmek lesznek, aztán utána, hogy milyen Star Trek filmek nem lesznek, mert hogy sorra bejelentik, hogy mégsem. Hát akkor foglaljuk össze megint, hogy mi történt az eddigi 3-4 évben. Ugye volt először a mindenen túlnak a folytatása, ott valami időutazós történet volt a terítéken, visszatért volna George Kirk, Chris Hemsworth, egy nagy apa-fia reunionra számítottunk itt, aztán volt ezzel kapcsolatban egy balhé, fölállt ugye a Chris Pine és a Chris Hemsworth, azóta se tudjuk pontosan, hogy mi történt ott, és távoztak a produkciótól, aztán a Chris Pine mondta, hogy ő azért szeretne benne lenni, de ez a projekt úgy láttuk egy darabig, hogy elhalt, és esélytelen, hogy ebből legyen valami. Aztán utána jött a Tarantino, aki meg valami teljesen mást tervezett el. Ezzel kapcsolatban nem nagyon vannak részleteink és információjunk, azt tudjuk, hogy kidolgozott forgatókönyv áll rendelkezésre ehhez a történethez is. És a közelmúltnak a fejleménye volt ez a Noah Hawley történet, aki valami mást akart csinálni, mint a Kelvin univerzum, és hát most jött a hír, hogy akkor ebből sem lesz semmi, tehát így állunk, de gyakorlatilag ezek a források, a Deadline és a Variety kiderítették azt is, hogy igazából úgy egyiket se kukázták véglegesen, úgy fenntartják a lehetőségét, hogy bármelyikből lehet bármi. És ugye itt az elmúlt időszakban ezek a projektek párhuzamosan is futottak, tehát volt olyan időszak, amikor két Star Trek mozifilmre készülhettünk föl, vagy arra számíthattunk. Aztán most meg nulla darab közeljövőre vonatkozó terv van. Hát nem tudom, azt már meg se kérdezem, hogy szerintetek mi történik. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy a felsorolt három koncepcióból ti mire lennétek a leginkább kíváncsiak? Milyen Star Trek filmet látnátok a leg, legjobban és a legszívesebben? Én most már őszintén megmondom, egy teljesen új legénységgel minden ismert karakter nélkül egy teljesen új csillaghajós, vagy akár egyefene -e, űrállomással, űrállomáson játszódó történetet szeretnék, hogy nem az, hogy na most akkor itt visszahozzuk az ifjú az apját George körk, vagy bármit, hanem jöjjenek ki végre egy új koncepcióval, és akkor, de azt már akkor vigyék végig, nem az, hogy itt e... már egy szappanopara lett ebből, hogy a Star Trek mozifilm lesz, vagy nem lesz. Nem sok dolgot mondott ez a hír, vagy két évvel ezelőtti híreket olvassuk, és azokat vetítjük mára, vagy olvassuk el újra és újra, akkor, akkor sem mond többet, tehát olyan, mint egy uborka, amely kint maradt, és akkor kimész a kertbe, és látod, hogy ott van egy teljesen elsárgult uborka, és akkor hm, az már ott volt két hónapja is, csak nem szedtük le. Ott vannak a karakterek, van forgatókönyv, van rendező, és nem valósul meg semmi. Aztán van egy másik rendező, aki mondjuk így, hogy egy ilyen ikonikus epizódot szeretne megvalósítani, ráadásul neves, meg nagy szerzői filmes rendező, és ott sincs semmi. Aztán egy elég, elég jól bevált ribót folytatás, ami menne tovább, ott sem valósul meg semmi. Tehát ezek, ezek ilyen csalódások. Tehát amikor. Nyilván nem azt várjuk, hogy sorba jönnek a bejelentések, hogy hú, két Star Trek készül, és akkor, hát akkor is azt mondtuk, hogy hisszük, ha látjuk, és akkor már már látjuk, hogy inkább nem. Tehát ezek így, így szerintem gyengítik a, a, az egész, tehát a rajongói vitalitást, tehát azt, ami a lelkesedést, ami ugye kíséri a, a tudjátok, hogy megelőzi, hogy bejelentenek egy filmet, hogy majd jön bár mostanság bármilyen filmet bejelenthetnek, és bármilyen filmet el is halaszthatnak, de azért legalább csak elhalasztják mondjuk azt. De nem lehet, hogy ez ilyen uborka szezonban csináljunk egy kis hírverést, mert azért vannak olyan projektek, amik évtizedekig el tudnak húzódni, és mondjuk nem hallunk róla, csak utólag. Meg ez is lehet, hogy rendben lenne, hogy vacilálnak és hezitálnak, azt mondják, hogy hát ezt a forgatókönyvet nem érezzük most jónak, állítólag ugye ez történt itt az egyik esetben, valamilyen vírusos film lenne az egyik, vagy ilyen pandémiás, és azért fordítottak hátat ennek a projektnek, ebbe, ebbe egyébként semmi baj nincs, hogyha nem derülnek és lehet, hogy ezek a, ezek a hírforrásokhoz közeli ilyen szivárogtatók, vagy ilyen belső emberek lombozzák le igazából ezt a rajongói lelkesedés dév, amit te mondasz, jobb lenne, hogyha ezekről inkább nem tudnánk, és jó, hát persze az sem segíti a helyzetet, hogy ezeket a projekteket maga a stúdió jelenti be, és ők közlik előre, hogy mire számíthatunk az elkövetkezendő években, de ettől függetlenül olyan szempontból mindenképpen rebootnak kell lennie ennek a filmnek, hogy ennek most, mivel nagy volt a hiátus, úgy kell berobbannia, a Star Treknek, mint a 2009-es Star Treknek a, a blockbuster terepre. Tehát itt nincsen mese, itt valami olyat kell mutatni, hogy tessék, itt van a Star Trek a mozivásznon. Pont a blockbusterség az, ami igenis, hogy jól áll a Star Treknek, csak már a Beyondra éreztük, hogy ez a blockbusterség csökkent. Ugyan Star Trek filmként viszont nagyon jó volt, és egy egyébként nagyon jól tud rendezni sorozatot, és meg, meg egy filmet is, franchise filmet is tettük úgy beszállni, jó is volt a forgatókönyv. Tényleg lehet, hogy valami kirobbanóan új kellett volna, vagy éppen időben folytatni azt, hogy Körknek a történetét, vagy jó időben még lezárni. Engem még egyébként mindig ez érdekel a legjobban, tehát akár kis játszanám mondjuk a George Körköt, én azért ott főleg, ha ott egy kis időutazás lenne, azért szólít keretek között. És nem azt akarom, hogy jaj, térünk vissza a Prime Univerzumba, meg helyreállítsuk, itt már nem is, a, nem is szerintem nem is, nincs is arra szükség, de azért szívesen látnám még. Tehát egy, egy, valami nagy lezárás, mert így igazából azt láttuk, hogy Körk kezd egy picit kiégni, jön ez a Pike szindróma, nem is tudom, hanyadik éve a küldetésnek, azért még egy kis életerőt kapott, fölépül az új hajó, és akkor onnan el vagyunk vágva. Biztos zajlik a történet tovább, nyilván csak nem kapjuk meg a mozivásznakra és hát mozivászonra akarjuk, nem regényben akarjuk, nem minisorozatban akarjuk, nem streamre akarjuk, meg Isten tudja, amikor érkezik, hanem be akarsz sétálni egy magyar moziba, akár viréken is, és szinkronnal, vagy feliratosan, vagy akármilyen módon meg akarsz nézni egy Star Trek filmet. Azért ezt erre vágyunk. Ekkor élne a Star Trek, azért, 79 óta jelen van a mozikban a Star Trek, kár lenne kihagyni, hogy folytatódjon. Az Impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. Ez itt csak nem a parallaxis? Parallaxis. Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxis. A Tilos Rádióban hallható szokolébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantastikum.hu tudományisfantastikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. A Medúza pillantása című epizódnál azt mondtam, hogy Ralph Senenskinek ez az utolsó epizódja, hát tévedtem, de hát ez csak azért lehetséges, mert ugye itt a stáblistában Herb wallerstein látjuk kiírva, de valójában képzeljétek el, hogy Ralf Senenski kezdett hozzá ehhez a rendezéshez, de úgy alakult, hogy őt menet közben Fred Freiberger kirúgta a produkciótól. Erről egyébként nem sok részlet van az interneten, a Memory Alpha sem taglalja az okokat. Ez a Mission Log podcastben hangzik el, hogy az volt itt a fő konfliktus, hogy ezek az új védőruhák, amik ugye felváltják a The Naked látott méhész felszereléseket, azok baromi sok idő volt, mire elkészültek, és már elkezdődött a forgatás, és át kellett rendezni mindent, minden borult amiatt, mert egyszerűen nem tudták elkezdeni azokat a jeleneteket, amikor a védőruhában vannak a szereplők, és hát a stúdiók nem nagyon szeretik azt, amikor az eltervezett beosztásra szánt időn túllépnek a rendezők, úgyhogy hát eltávolították a Ralph aki egyébként egy elég megbízható és egy elég jó rendező volt az eredeti sorozat során. Itt a Mission még talán az is elhangzik, hogy a Gene Roddenberry kifejezte sajnálatát és elnézést kért tőle meg minden. Hát Szenenszki már nem szerette volna, hogyha szerepel az ő neve ennél az epizódnál, úgyhogy ez egy ilyen sajnálatos esemény. Hát velem ment egyébként a operatőr is Jerry Finnerman, úgyhogy a sorozat életében most először El Francis az, aki a kamera mögé pattant, és így folytatódott az eredeti sorozat. Egyébként hát ezek ezekről a botrányokról az epizód nem nagyon tanúskodik a néző számára, mert meglepően egységes és, és jó lett szerintem. Mindenki fel tudja idézni a jellegzetes epizódok között. A rendezésben ugye felbukkan újra ez a fish eye, vagy ez a halszem optika, ami az őrületet hivatott megjeleníteni. Hát ez természetesen a Ralph Szenenszkinek köszönhető, ugyanaz a dolog, mint amivel találkoztunk a Medúza pillantásában. Ott ugye a nagykövettől csavarodott be az adott karakter, aki megpillantotta, itt meg hát egy térbeli anomália okoz zavarokat a legénység mentális állapotában, de ugyanezt a megoldást látjuk itt is, ami szerintem azért elég jó, és hozzátesz a, a hangulati megítéléséhez ennek a történetnek. Régóta számon tartott epizód, nem tudom, hogy miért a harmadik évadban jönnek el olyan részek, amik, amik ennyire megragadtak bennem, ennyire ö, fel tudom őket ö, idézni. TV3-on és... ezt az időszakot kaptad el, nem? Még az is lehet, az is lehet egyébként, de még az is lehet, hogy a német német szinkron, ami egyébként 72 óta létezik, ö, olyan ö, sokszor volt ismételve, ott nem minden epizódot hoztak be először a németek, és akkor ö, nagyon sokáig ö, azok az epizódok forogtak, amik így az első szinkronnal voltak, álltak rendelkezésre. Ugye toljánok... Visszatérnek, másod is vannak, Enterprise-tól kezdve a képregényig, Discovery összefüggések, Enterprise összefüggések, tehát itt, itt vannak az epizódnak különböző vonatkozásai, de mégis, mégis tehát annyira tetszik. Tehát az egész szituáció, tehát lást ugye induljunk onnan, hogy a Triumvirátus egyik tagja kiesik, ez sem új, de Körk úgy van jelen, és úgy tanítja, és úgy hangolja egymásra a két társának, főtisztjének, barátjának a mentalitását, hogy, hogy abból hihetetlen jó, tehát itt kikristályosodik, hogy, hogy mennyire jól működik így együtt. Én szerintem már az elején is ez, ez, látható volt, de most, most kifejezetten jó ezt látni. Ezek az apró gesztusok, tényleg ezek a, a megszólítások, ahogy ugye Spock egyszer bonsznak szólítja, a, a McCoy-t, McCoy kapitánynak szólítja a, a, végén a, a, a Tehát tényleg a kölcsönös tisztelt és elismerés, amit mindig tudtunk, persze, hogy ott van, de hát ez, ez, így nagyon jó elénk van tárva. Mindeközben a főszereplő meg sehol nincsen, vagy csak szellemként lebeg. Még jó egyébként tényleg, hogy nem valódi szellem lett belőle, mint ahogy ugye eredetileg akár szerette volna a, az író Judy Burns. Nekem ez a fázison kívüli, vagy ugye interfész, nem is tudom, eltolódás, vagy átfedés, nagyon jó a magyar fordítása is ennek a fogalomnak, ez baromira izgatott már akkor, hogy ott is van, de nincs is ott, éle még egyáltalán, testetlenül van jelen, hogy lehet az. Tehát ez, ez az egyik legizgalmasabb, a, mondjuk ugye a transportálás mellett, meg úgy általában az űrutazás mellett, ez egyik legizgalmasabb dolog a Star amikor ilyen más állapotba kerül valaki, nek a teste, akkor mit él át, ugye Körk egyedül van az univerzumban. Ezt is hihetetlen, ezt a más oldalról például erre, ezt egy külön epizódot lehetne erre írni, hogy ott mit látott. Van is egy ilyen epizód, amikor például Jordi meg a Ró Láren kerül egy ilyen fázison kívül, vagy eltört fázisos állapotba, és akkor próbálják megszólítani a, az Enterprise legénységét, és minden úton módon felhívni magukra a figyelmet, mert a testetlenül kóborolnak a hajón, meg őket is elbúcsúztatják. Hát itt például Körg búcsúztatója, tényleg az a tömeg jelenet. Hát csak néztél, hogy úristen, ennyien vannak a hajón. Itt mindenki, tehát kaptunk egy másik Constitution osztályú hajót, ugye a Defiant, ami Egyébként névként, alapként hát ott van a fejedben, mert ugye a Deep Space Nine rajongóként a Defiant az már egy másik Defiant, de akkor is egy, egy alap ö, ö, hajó, ami visszatér. Sörös Sándor kimondja a DS9-ba is, meg itt is, hogy Defiant. Hú, micsoda összefüggésnek tényleg. Most nem is emlékszem, hogy jól ejtették -e a magyarban, azt hiszem talán jól, tehát nem defiantoztak. Azt szerintem a Deep Space 9 elején volt, vagy nem tudom, ez a defiantozás, meg ez a Govron, meg Gauron, meg ilyen <laughs> Klingon neveknél. Szóval prima epizód, tényleg maximális értékelés, de még mivel nem vagyunk az értékelésnél, hát én kíváncsi vagyok Attila véleményére. Bevallom, én hamarabb láttam mondjuk például ennek a utó életét, a, azért emlékeztek a, a az Enter, Enterprise sorozatnak a dupla tükören epizódját, de mondjuk így újra nézve tényleg egyébként érdekes, hogy itt megint itt tulajdonképpen a kísértet hajó témát itt kicsit körbejárjuk, ez a mondjuk a főszál, a másik szála pedig tényleg az, hogy Spocknak és McCoynak, akik tényleg a triumvirátusban két ellentétes pólust képviselik, hogy Spock a hideg logika, vas logika, érzelemmentes logika, McCoy meg az érzelmeire hallgat, és az intuíciójára állandóan, és mondjuk nagyon gyakran be is jön, és akkor ennek a két embernek együtt kell működnie, ha akarja, ha nem, mert, mert muszáj félre tenni az érdekeket, ez szerintem egy olyasmi, amire azt mondom, hogy le a kalappa, hogy ahogy ezt megoldották. És tényleg ez a testen kívüliség, megint egy úgymond a kísérteteknek egy lehetséges magyarázatát is kapjuk, hogy igen, hogy lehet, hogy ilyen vannak ragadva a mi hagyományos három dimenzió plusz idő valóságunkból valamilyen szinten, valamilyen köztes világba tudunk rekedni, illetve az, a, ahogy Spock itt elkezdi, az alternatív valóságokról, meg egyebekről beszélni, hogy ez valamilyen időnként valahol elhalványulnak a, úgymond a határok, és valamelyes, mondjuk az más valóságok, más dimenziók be tudnak nyomulni a mi világunkba is, és mondjuk a Defiant ennek lesz az áldozata, és el láthatjuk gyakorlatilag őrület vesz a legénységen is erőt, és ez gyakorlatilag ez okozza a katasztrófát, és ráadásul valahogy a, itt még arról van szó, hogy az atomszerkezet bomlik fel, míg máshol tulajdonképpen tesznek benne egy csavart, hogy tulajdonképpen nem bomlott fel, hanem átkerül egy másik univerzumba, más időbe is ráadásul. Szerintem maga az eredeti koncepció is, meg maga, amiből végül is utána mond tovább gondolták az egész defiantnek a történetét. Ez szerintem egy nagyon jó megoldás, és szerintem akár azt mondom, hogy ha most így fizikusok is lennének köztünk, ők az ő véleményükre egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy ők mit mondanak erre a, erre falta lehetőségre. És persze még ott vannak a toliánok, akik hisz láthatjuk, hogy ők is azért beszállnak ebbe a buliba. Ami nem véletlen, hogy nem most akkor a tólián háló. Láthatunk egy újfajta energiafegyvert, ahol nem fotontorpedó, nem fézerek, hanem egy valamilyen energiarácsot tudnak létrehozni. Igen, Roddenberrynek is az volt az álláspontja, hogy ami ilyen természetfeletti jelenség, arra azért legyen magyarázat a forgatókönyvben, még hogyha tudományos szempontból azért kicsit húzós is, de azért racionális legyen, tehát úgy ne legyen egyből kizárható, vagy úgy elképzelhető legyen, hogy tényleg ez állhat mondjuk egy olyan paranormális Jelenség mögött, amire eddig nem, nem tudtunk válaszolni. Hát Judy Burns ezzel a dimenziók közötti átfedéssel magyarázta meg a, a kísértett jelenséget. Ugye Roddenberrynek ez a szabályrendszere megjelent a forgatókönyvíróknak szóló ilyen kis szabályzatában is. Erről beszéltünk szerintem korábban, tehát ez elérhető már nyilvánosan, nagyon jó. Egyébként lefekteti a, a karakterekről, az alapokat, hogy mit kell róluk tudni, hogy a történetmesélést azt hogyan kell elővezetni. Egy Star Trek biblia tulajdonképpen már azokból a korai időkből, amik meghatározzák azt, hogy hogy egy hétköznapi sztori, ami a, a karakterekre, a drámára, a konfliktusokra épül, az mégis mitől válik Star Trek-ké, ezt majd én lehet, hogy megpróbálom itt előbányászni megint, és akkor belinkelni, hogy mindenki lássa, hogy mennyire jól lefektette Roddenberry ennek az alapjait. Egyébként a Judy Burns esze ágában nem volt írónak lennie. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy ő, ő egy afrikai tanulmányútra szeretett volna elutazni, és ahhoz pénzt szeretett volna gyűjteni, és hát úgy tűnik, hogy a Star Trek forgatókönyvírásban azért annak idején volt pénz. TNG idejében is működött azért egy időben, azt hiszem ez a külső forgatókönyvek rendszere, tehát vártak folyamatosan olyan írókat, akik pályázásos úton beadják az ő saját sztoriukat, és hát itt a eredeti sorozatban meg talán lehet, hogy ebből volt több, mert ugye itt sok-sok író sorakozott föl, itt még nem volt arról szó, hogy mondjuk a, a meg a DC Fontánán, meg a fő kor csapaton kívül bárki írószobát hozna létre, hanem ők úgy módosították azokat a beérkező történeteket, amik mondjuk így a Judy Burns-től meg más alkotóktól jöttek, de egyébként attól függetlenül, hogy nem voltak ilyen ambíciói akkor, jól sikerült ez a történet, és ha az IMDB adatlapjára rámegyünk a hölgynek, akkor azért nem fejezte be ő az írást, tehát ott sok-sok sorozat található meg azon az oldalon. Annyian vagyunk, akiknek az élete mondjuk más fordulatot vett, hát szerintem szegényebbek lennénk. Meg az nem baj, hogy tényleg ők annak idején szinte azt mondhatom, hogy szemezgettek a különböző Trekhez való történetekhez, és akkor kicsit alakítottak rajta, hogy tényleg beleférjen a koncepcióba. Tehát én azt mondom, hogy az a módszer akkor és ott is azért működött. Jó, biztos, hogy voltak azért, ami nem úgy sikerült, de Például ez az epizód is egy arra példa, hogy igen, lehet így is megoldani egy Star Trek-et. Azt mondhatom, hogy tényleg minden sorozat, minden epizód különbözik, úgymond definiálni, hogy most mi a Star Trek, de mondjuk ez, ez is az. Ez is az egésznek egy része is. Ezekből szépen összeáll egy, egy univerzum. Egy, most már egy tényleg egy univerzum áll össze, hiszen már, nem, már régen nem csak körkés csapatáról beszélünk. De itt még, úgymond a hőskorban ez is jó volt, mert a tényleg minden, ahogy mondják a harmadik mozifénbe, friss agy új ötletek. Itt is kaptunk egy, egy, ilyen új ötletet, és frisset is, ami, ami később azért tovább gondolásra volt érdemes. Dév említetted itt a nagy karakter pillanatokat, ugye Spock és McCoy között a fennálló tiszteletet, és hogy ez most szavak formájában is megjelenik, és hogy ez mennyire jó ez engem most, ahogy így elmondtad, arra emlékeztet, hogy volt a Star Trek Voyager-ben, talán a hatodik évad eleje felé volt a Rejtvények című epizód, amiben a Tuvok ugye így elvesztette az ő racionalitását, meg a személyiségének ezt a vulkáni ényét, és egy ilyen érzelmes figurává vált, és ott annak az epizódnak a végén, spoiler, is megtörtént az, hogy ugye a Tuvok nem akart visszaváltozni azzá a vulkánivá, aki a Neelixnek nem fejezi ki az ő barátságát, tehát megkérdezte tőle, hogy ha nem mondom ki, akkor honnan fogja tudni ön, Mr. Neelix, hogy mennyire kedvelem magát. És ez teljesen erre a szituációra emlékezte, tehát nagyon jól elkapta itt is a Judy Burns a, a, a karakter pillanatot, hogy mit kell ugye tudni Spockról és McCoyról, és kimondta, vagy kimondatta velük azokat a szavakat, amiket nem mondtak ki, de azért nem fordult át nyálba ez az egész dolog, meg nem lett blödség meg nem, ö, nem esnek le a karakterek. Ezeknek a szavaknak a kimondása után sem a képernyőről. Úgyhogy ö, azt hiszem, ezt mértéktartásnak, meg jó ízlésnek hívják, amikor így sikerül ezt megoldani. Egy másik jó jelenet, amit szintén említettél Dév, az a csoportosulás a körknek a búcsúztatója. Valóban ez a sorozatban a, az a jelenet, ahol a legtöbb ember látható egy helyen, és az, az, valami hátborzongató, amikor ugye a Spock kimondja, hogy hát a körkapitánytól végleg búcsút kell vennünk, és akkor egy, egy darabig csend van, és pont akkor ordít fel az a, az, az őrült, és tör ki ebben a, Álmok futásban az egy nagyon hatásos jelenet, és nagyon jól van ö, megcsinálva, és nem látjuk a jelét előtte, csak hogyha visszatekeritek, akkor egyébként láthatjátok, hogy azzal az emberrel valami nem stimmel, de ugye nem közelít rá a kamera, és nem ad a nézőnek semmilyen támpontot, hogy hú, ez ki fog robbanni, teljesen meglepetésszerűen ér minket, amikor ez megtörténik, de ha visszatekeritek és megnézitek, akkor láthatjátok, hogy azzal az emberrel ott valami nem stimmel, tehát nagyon jól van ez is, ez a, ez a része is ö, megcsinálva ennek a dolognak. Csekov. Figyeljétek Csekov arcát, tehát időnként olyan grimaszokat vág, tehát látszik benne már ez a belső hát feszültség, ami ugye nála is az őrületben robban ki, meg hát a laboránsa. Ö, és azért ő rajta is láttuk, hogy valami, valami, ott nem stimmel. Nem először van ez, hogy a legénység megőrül. De mégse lett az a banális, bár én szerintem az eredeti sorozatban sose volt így banális, mert, mert szerettük ezt látni, meg amikor főleg, hogy fő karakter, akit ismerünk, az van, és van előjele is, meg oka is, hogy ki van kelve magából, és ez a, a fedélzeten terjed, és a megkolnak ezzel is szembe kell nézni, plusz még ott van Spock, is, őt is hát kezelni kéne, Szóval ez is, tehát egy számtalan feszültség van benne, ezért a Mekko ingázik ugye a gyengé gyengékedő meg a híd között, amíg az egész ugye csúcspontja ott van, hát körknél, ahogy ugye megnyitják azt a felvételt, amit igazából egyik ők sem akar, meg hogy persze nincs itt az ideje, de meg kéne csinálni, meg kéne tudnunk, lehet, hogy mindketten be vannak rezelve, hogy mit mond majd, Körk, de mindketten tudják, hogy, hogy jobb lesz utána. Meg is lett a hosszú távú hatása, tehát az egyik legjobban, ö, legnagyobb erejű beszédekörknek, amit azért ne tagadjunk, hogy, hogy szoktuk mondani, hogy um, setnel, meg körkapitány, igen, igen, de itt, itt a legerősebb, ö, számos jó karakterpillanata van a körnek. Tehát én, én szeretem setnelt az eredeti sorozatban, színészként is, meg karakterként is, jól, jól meg van írva. Teljesen a nem hiába lett, hogy 2009-ben is körkapitány kellett újból előhozni. És ezek az arcok, amik ott vannak a háttérben, ugye ez még 60-as évek, itt még nem csinálnak olyan segédfonalat a nézőnek, hogy a kamera időnként ráfókuszál. Néha van, egyként múltkor is láttuk, hogy rázumoltunk Körtnek a kezére, hogy valamit ott a, azt hiszem, a kommunikátorán valamit átállított, ugye amikor a klingonok felsugárzása volt, és azzal jelzett tök jó egyébként, de amúgy arcokat tényleg meg kell nézni, nincs széles vásznú változat, tehát csak ez az arány van, és itt kell időnként egy, egy pauzét nyomni, és megnézni arcokat a háttérben, hogy átmenek például a hídon, mindig van mozgás. Figyeljük meg, ki hova mozog. Néha természetesen teljesen indokolatlanul megy óra egyik helytől a másikra de ezek plusz, tehát tényleg amikor már sokat szorra nézzük a, a, az epizódokat, ilyenekre is lehet egyszer egy epizódnál figyelni, hogy hogy, hogy van fölépítve, ugye színpad, ezt ez mondjuk az én mániám én szoktam mondani, de hát a színpadon is van olyan, hogy a nézőként vagy azért, mert ott ülsz egy színházban, egy színházban simán tudsz úgy ülni, hogy, hogy nem tudsz fókuszálni, nem azt a nagy összképet látod, hanem valamiképpen oldalról látsz be, föntről vagy nincs a teljes széles perspektívád, az a 100%-os, mint a videójátékoknál, hogy 1980, 80 hogy milyen perspektívában látod az akciót, tessék fókuszálni, tehát nem csak a triomvirátus van, nyilván ők vannak a legjobban előtérbe helyezve, és a Csakóknak az ordítása például odát is. Tehát azt, azt imádjuk, hát hiszen ő testesíti meg az átlagnéző, tényleg a, megint a Lower is meg már hozhatjuk be a példákat, a vadonajtói Star Trek sorozat egyetlen egy epizódjából már lehetne példát hozni, hogy vannak nagy ordítások, amikor nagy gáz van, és ilyenkor tényleg mi is ordítanánk valószínűleg. Tehát nem biztos, hogy a szuper fegyelmezettek leszünk, pláne, mint mondjuk Spock, és hát kellenek a, a, az emberi elszabadulások, ahogy itt is, tehát egy őrület van, megint a Lower első részére lehet utalni, hogy ott is egy nagy őrület van, az első epizódban, hát itt is valami ilyesmi van, már az eredeti sorozatban. És hát teljességgel föl borló hajó, kezelhetetlen a le kell szíjazni az embereket. Tehát 21. században vagyunk, de Mekko lesz, még csak nem is, aztán a következő embernél, talán Csekovot, amikor viszi ki a hídról, akkor hiszem már ott nem is, ja, ott még a hiszem ő kap de később azt hiszem ez a, talán az, akit ott elvisznek a, ott a ott a szemük nem is kap nyakfogása, hanem mekkor csak azt mondja, vigyék, aztán szíjazzák le. Tehát azért <laughs> van, amikor nincs más megoldás, mint tényleg a kőkemény 20. vagy még korábbi, 20. századi vagy még korábbi módszereket alkalmazni, mert annyira drasztikus események vannak. Tényleg hasonlít a Lower Decks-nek a alapszitújára, most, hogy így ezt mondtad, nekem is így beugrott, hogy ez az őrület, meg ez a terjedő járvány, tényleg. Egyébként önmagában az egy nagy probléma, hogy ott marad a körkapitány, ki tudja hol, milyen dimenzióba, vagy, vagy ott lebeg, vagy él még, vagy nem él, vagy hogy, hogy fogják visszahozni. Erre jön még rá az a helyzet, hogy ott megjelennek a tóliánok, és megpróbálnák onnan ki ebrudalni az Enterprise-re, ráadásul felborulnak a, annak a tér ö, szövetnek, vagy annak a dimenziós átfedésnek a tulajdonságai, aminek az ismeretében lenne esély visszahozni körkapitányt. Ez már így, ha elmondjuk önmagában, egy kétségbejtő szituáció, de még erre jön rá ez a járvány ráadásul, vagy ez a mentális állapot, ami aztán már végképp nyomasztóvá teszi ezt az egész helyzetet, és mégis működik, tehát lehetne ez túl zsúfolt, vagy túl hangzik, ahogy így mondom de ez a külső és belső nyomás, ami egyszerre van jelen ezen a hajón, kivételesen jó egyensúlyba került, megint ugye az egyensúlyt kell itt kibondanunk, működik a, a, az epizód Egyébként Attila említetted a Enterprise-nak a tüköruniverzumos részét, ami egyszerre folytatása és egyszerre előzménye ennek a dolognak, hogyha jól értem, akkor eltűnik a Defiant, és ott jelenik meg abban a dimenzióban, de időben korábban, mint ahogy ez játszódik. Igen, elvileg olyan, 100, olyan 115 évvel korábban jelent meg egy másik dimenzióban. És átugrik, és érdekes, hogy ott is egyébként a toliánoknak a szerepe megjelenik, meg itt is, mert ott a továbbfejlesztett, úgymond az Enterprise verzióban azt mondják, Archer információi szerint a tóliánok robbantottak egy, azt hiszem, egy trikobald bombát robbantottak, talán egy fekete lyuk, közelébe, nem tudom, régen néztem azt az epizódot, és így ők okozták azt a téridő anomáliát, ami, ami úgymond átjárót hozott a két univerzum között, vészjeleket küldtek, és hát a defiantot tudták így behúzni. Na most ez felveti azt a kérdést, hogy a ezek szerint akkor az itteni tóliánok lehet, hogy a, valamilyen szinten valahogy rájöttek, hogy itt mit csinálnak úgymond a kollégáik, vagy legalábbis ez a téridő anomáliával úgymond Mond a TOS korszakában is a toliánok valamilyen szinten foglalkoztak vele, nem csak a hasonmásaik, hogy lehet, hogy ők is valami ilyesmire számítottak, hogy hoppá, valamit tudnánk akkor esetleg szerezni a másik univerzumból, vagy valami, mert nem véletlen az, hogy na most azt mondják, hogy eddig ez Spock is említi, hogy hoppá, hát ez, ez nem Tolián felségtőjt, és akkor a Tolián azt mondja, hogy mostantól igen megint valami sakjátszmába belekezdtünk, meg, megemlítenek, amit egyébként úgy nem bontanak ki. Közben tényleg van ez a járvány, engem mondjuk egyrészt a kaptárfilmekre is emlékeztet, mert szinte ugyanaz a, majd, hogy nem ugyanaz a koncepció, ugyanúgy őrület, csak itt nincsen vírus, hanem itt maga a téridő szerkezet, vagy bizony az, a, az agy szerkezetet meg, meggyengíti, és emiatt aztán mentális és egyéb zavarok felbukkannak. Nagyon sok vannak benne nyitott kérdések, amiket például az Enterprise később megválaszol, és az, hogy gyakorlatilag itt mindenki gyakorlatilag halálos korról beszélünk. Mondjuk a megoldás is egyébként kicsit, azt mondom, hogy egy kicsit humorba fordul, hogyha emlékeztek azért McCoynak a megoldás, hogy taragént használ. Hát klingonideggáz gaszigított formában, pláne ha még Scott keverjük, akkor azért nem olyan veszélyes. És úgy néz ki, mint a tránia. Tehát az eredeti sorozatban, mintha mindig mindenre a narancslé lenne a megoldás. Figyelj, hát végül is ilyen színű, hát a, ez mutatja Mekkoynak a zsenialitását, hogy na, más ember széjjel nézne, úgymond azt mondom, penicillin, meg mindenféle magától értetődő megoldásokat keresnek, ő meg mit csinál? Hát hoppá, van egy kis klingon ideggázunk, nézzük meg, hogy ez nem egy jó. Az orvosi zsenialitás, hogy nem a szokványos úton indul el, hanem hoppá, próbáljuk ki ezt. És működik valamilyen szinten. Én egyébként imádom, amikor narancslét isznak az eredeti sorozatban, ez egy plusz hangulati elem, ami hogyha megjelenik, akkor szerintem olyan kellemessé teszi az egészet. Említettem a bevezetőben ezeket a védőfelszereléseket, skafondereket, amik hát nem csak rendezés, vagy nem csak a Ralf Senenski szempontjából jelentettek kellemetlenséget, vagy nem csak neki okoztak bajt, hanem menet közben is hatalmas lemaradást termeltek ennek az epizódnak, amikor már készen voltak, ugyanis nem volt rajta cipzár. És amikor el kellett menni egy színésznek a mosdóba, akkor az egészet le kellett venni, és hát az nem volt két perc. A német szinkronhoz csak annyit, hogy azt a címet adták a németek 72 Bernalnek az epizódnak, hogy a spinennec, vagyis a, a pókháló is, ugye a magyar cím is ö, ö, szinte innen vette át, hogy a tolian web, ugye ez a web, természetesen még szó sincs arról a webről, amit mostanság Ugye, világhálónak nevezünk, de nagyon érdekes, hogy ez a web, a szövet, szövedék, ugye, az univerzumoknak a, a tér szövete vagy anyagára is vonatkozik egy picit, meg egy, igazából erre az újszerű erőtérre, ami majd ugye a Next Generationnak a nyitó epizódjában is ott lesz, csak ott, hát Q, hozza létre, és hasonló legalábbis a megjelenése. Szóval még annyit a német szinkronó, hogy jó pár dolgot kivettek és kivágtak, és így például Mekkoly össze-vissza ugrál, és néha teljesen értelmetlenül beszél az okhoz, olyan értem, hogy nincsenek bizonyos előzmények, vagy éppen a képernyőn kívülről, tehát például lentről, csak kamerán kívüli, tehát ilyen kommunikátorban hallható beszólások, ilyen módon egy picit furcsa. Magyar szinkron az szerencsére teljes, és, és szokás szerint nagyon jó nagyon érdekes annak a jelenségnek a leírása rögtön, hogy mi történik itt az űrrel. Azt mondja Spock, amikor, hát igen, ugye Spock, ugye ismerik, amikor Körk megkérdezi, hogy itt azt kérdezi, hogy how about it, Spock? Fascinating. Körk erre azt mondja, explain. Magyarban azt kérdezi Spocktól, hogy vélemény Spock? Bámulatos miért? Tehát ez a szokásos körkés fog hogy egy szóval kifejezi azt, hogy tudományosan meg minden szempontból lenyűgözőnek tartja. Itt arról van szó, hogy space itself is literally breaking up. Úgy szóval szó szerint fölszakad, szét, hasad, szétesik, hogy azt mondja, hogy a tér szövedéke bomlik szét, megint nagyszerű a magyar fordítás. Aztán Körkart azt parancsolja az ULU-nak, hogy impulse engines only, és transporter hatótávolságra közelítse meg. Magyarban nem beszél az impulzus meghajtásról, csak annyira közelítse meg, hogy áttransportálhassunk. Mindig tetszik, a eredeti sorozatban néha ritkán visszatérő zenei motivumok használta, nem a szinkronhoz kapcsolódik, de a hang élményhez. Nem is tudom, tehát mintha egy hárfa lenne, vagy valami, tehát mintha valami titokzatos mesebeli dolog történne, ez akkor, amikor a hajó kezd eltűnni hogy ez a dissolving, tehát kezd szétesni, eltűnni a defiant. És Mekko is észreveszi, hogy átmegy a keze egy emberen, egy férfin, egy defiantes legénységi tagon, de még egy asztalon is. De Mekko a magyarban csak annyit mondta, hogy Jim, a hajó szétbomlik, a kezem átment egy asztalon, az angolban annyit, még annyit is hozzátesz, hogy a ment, tehát egy emberen, egy, egy, egy férfin, ugye egy tiszten is elég jók ezek az effektek, tehát nincs túlzásba véve, és pont, pont annyira látod, már előre látod, hogy mi az a, a része a hajónak, teszem azt, ott fekszik valaki, vagy az asztal, ami majd áttetsző egy picit, és akkor ott, ott azon át tud hatolni a McCoy, tehát fázison kívül van. A Toliánok szövetségnek nevezik magukat, Tolián Assembly, Territorial Annex, tehát itt, itt, itt ugye magukénak követelik ezt a területet, érdekes, hogy amikor a föderáció ilyen helyzetbe kerül, ugye nyilvánvalóan azt mondja Spock is, hogy we are not interested in your display of force, tehát ugye mi nekünk nem áll szándékunkban csatázni, igazából csak egy hajó segélykérésére válaszoltunk, tehát igazából ez sokszor lejátszott párbeszéd már, hogy véletlenül behatoltunk egy idegen lények területére, de mi igazából nem akartunk semmi rosszat, meg is kapjuk persze azt a megfelelő időt, ami nem is tudom hány perc, de hát sajnos elég hamar letelik, és bizony még ugye a következő átfedés az azt hiszem más, hogy is következik be, mert ugye a Toriának megjelentek, tehát Spock így gyakorlatilag nem tudtak pontosak lenni. Interfész átfedésnek van a magyarban fordítva, ami teljesen jól leéri azt a jelenséget, amit egyébként elég nehezen leírható. A Scotty egyszer egyébként azt mondja, hogy Dorvé, tehát ugye dimenzió kapuról beszél, egyébként ezt már csak a magyar teszi, tehát Dorvé azt mondja az, Scotty, a magyar meg azt mondja a dimenzió kapu. Ezt szeretem, amikor a fordító egy nagyon picit előre gondol, netán megnézte az egész epizódot, és annak értelmében mondja ezt, hogy ez a kapu, ez már egy dimenzió kapu. Más esetben viszont egy picit érzelmileg máshogy közelíti meg az adott párbeszédet a magyar fordító. Ugye itt McCoy, még itt a Magnó a körk szavának utolsó üzenetnek meghallgatása előtt még azt veti a Spocknak a szemére, hogy ugye tudnia kellett, vagy mi fog történni, és hogy a legénység érdekében kellett volna az erejét bevetni. Ugye this is the mark of a starship captain like Jim. Még a magyar a, a, a McCoy azt mondja a Spocknak, hogy egy igazi csillaghajó kapitány nem teszi ilyet. Ott a Jimet nem említi. Csak annyit beszél, hogy igazi csillaghajó kapitány, de gyakorlatilag ezzel lefedi, mert a, a James C. Kirk, ő egy igazi csillaghajókapitány minden értelemben És Ha McCoy a magyar bassz mondja, hogy igazi csillaghajókapitány, az megfelel az, hogy az angol bassz mondta, hogy Jim. Csak azért egy picit ott személyesebb. Ez szerintem vérig sértő lehet Spoknak, de nyilván ő neki csak félig vulkáni a vére, tehát elég hűvös maradt. Csak annyit mond, nem alkalmas az idő a hasonlítgatásokra. De egyébként fájt ez az összehasonlítás szerintem Spoknak, ha nagyon bele akarunk menni. Aztán itt ugye ez az energiamező megjelenik, amihez ugye ezek a szálakat elemzik, ugye nem is tudom, hogy fiber, vagy nem is tudom mik ezek, filaments, nem fiber, filamentsnek nevezi a, a Spock is, és hogy ugye a hajó könyvtára Ships Library Computer, oda kapcsolja minden szenzort, és hát próbálja Spock hasonló struktúrákat a föderációs technológiában keresni, de természetesen nincsen, tehát ugye nincsen ehhez hasonló föderációs technológiák között, milyen meglepő. Last Order, ugye a kapitány utolsó parancsa, nem is tudom, hogy ez, ez megfelele, ez egy standard lehet, hogy van egy ilyen fogalom, hogy egy kapitány tényleg, tehát egy eljárás, ami standardizált, hogy tényleg egy kapitánynak kell, hogy legyen mondjuk a altisztjeinek egy parancs ilyen ultimatív helyzetekre, amiben nem is biztos, hogy már biztos, hogy a csillagfotoszabázat elmondja, hogy jó, ilyenkor a következő tiszta, aki még életben van, vagy az eszénél van, az, az veszi át a parancsnokságot lehet, hogy ez inkább csak egy hagyomány, vagy egy hasznos dolog, hogy úgymond ő átadja a, nyilván, hogy átadta már eddig is a, az életével és a mintaadásával a körk a, a, saját tudását, meg a kapitányi kvalitásait az altisztjeinek, tehát tudják őt úgy, ahogy már helyettesíteni. Én nagyon tetszik, most hát Kőgergei kiadták a 16. epizódot, az első évad teljesen le van szinkronizálva a rajzfilmsorozatból, és a 16. részt, ha megnézitek, egyébként tiszta ilyen Star Trek Avengers, vagy ilyen szuperhérok csoportján mindenféle lények összegyűlnek egy nagyon nagy küldetésre, és körkapitán csak az egyik, akit azért választottak ki, hogy mert ő kapitányi, meg vezetői kvalitásainál fogva, ilyen idegen lények és mindenféle szuper képességek előkerülnek, nézzétek meg, bizonyos helyeken lehet sajnos csak elérni, most itt nem is mondjuk adásban, de aztán belinkeltük egy oldalakon meg csoportjainkban. Spockban ott az emberi hibák, de megérdemli a hűséget, meg a bizalmat. Hát nagyon érdekes Körtnek a meggyőzése, valamint egy negatív pszichológia. Tehát ahogy próbálja úgymond egymás hangolni, vagy finom hangolni ezt a két eltűri elemet, akiben tudja, hogy igenis, hogy van együttműködési képesség is, meg nagyon is jól csapatot fognak tudni majd alkotni, de meg kell adni ezt a kezdő, idézőjelben fenékberúgást. Hát igen, aztán jönnek a Uhura látja, a Scotty látja, a körkapitány, de közben azért drámai dolog zajlik McCoy is a Spock között is, méghozzá, hát a McCoy a személyre veti Spocknak, hogy ugye itt a, a Spock még mindig hát hitetlenkedik, teljesen a karakterre van írva ez a, a, a dolog, hogy, hogy hát jó, jó, hát azt most már Uhura is, meg Scotty is látja, és, és hogy úgy látja, mintha itt lenne előtte, Spockot ez nem győzi meg, és biztos, hogy azért látják, mert ugye, és olyan lelkiállapotban vannak, és így tovább. Tehát az Spock próbál vagy logikus magyarázatot adni, miközben a McCoy megint nagyon durván a, a lelkébe tapos, és megkérdezi Spokot, hogy azt hiszi, azért látják Jimet, mert nem bíznak magában. És a Spocknál itt van ez egyébként egy nagyon érdekes, hogy talán itt van az egyetlen dolog, hogy az a hely, ahol ő, ő is kimondja ezt, hogy bonsz. Ugye ezt a szokásos hát, becenevet, amit a körkapitány szokott használni, mindenféle forrában szoktak fordítani, hogy legtöbbször mostanában dokiként mondja a körk, tehát amikor azt mondja a körk a megkolnak, hogy bonsz, akkor a magyarban azt mondja, hogy doki, vagy öregem, meg mindenféle más is volt már. Az eredetiben azt mondja a Spock, hogy I'm sure the captain would simply have said, forget it, Bones. Tehát igazából itt a Spock nem igazán ő mondja ki azt, hogy bonsz, hanem igazából a kapitányt idézni, a kapitány csak azt mondaná ilyenkor, hogy felejtsd el, bonsz, el, Doki. A magyarban egyébként itt is ezt mondja ki, hogy a kapitányára azt mondaná, felejts el, Doki. És de megkoly már semmit nem mond, mert ő összeesik, és ugye jön Scott, és akkor tényleg meglátják Kölknek a halvány ö, ö, szellemképét. És aztán, hát ö, ugrunk, utána már a körkapitányról leveszik a szkafandert, amik nagyon menők, nekem nagyon tetszettek ezek a szkafanderek, és most már Körk mondja ki, hogy Bones, vagyis Doki. Ennyi volt az egész univerzum, I had a whole universe. Itt igazából megint az univerzumot átvitt értelemben kell érteni, tehát egy egész világ, vagy amit csak fel tudok fogni, magamon kívül, teljesen néptelen volt, és senki nem volt itt. Tehát itt erről szól ez az univerzum, hogy ne keverjük össze, itt nem arról, meg világegyetemről beszélt, tehát nem csillagászati értelemben használja ezt a szót. Itt, és itt, itt van egy nagyon-nagyon jó lezárás, tehát nem a röhögéses lezárás, hanem az a tipikus, hogy körk úgy is betéve tudja, hogy, hogy hogy jöttek ki, meg hogy nem jöttek ki, de tényleg van ez a rájátszás, hogy igazán is, na és hogy jöttek ki, voltak problémák, és akkor itt a, egy jó kis párbeszéddel záródik ez a, a, az egész. Még van egy érdekesség a végére, hogy a Scotty egyszer azt mondja, hogy crazy space fabric, tehát Only Heaven Knows Where It's and the Defiant átszakította a fézer a tér labilis szövedékét, tehát ez a Crazy Space Fabricből lesz ez, ami megint egy tök jó ötlet a magyar fordító részéről. Varázslatnak vagy megmagyarázhatatlan kémiának hívjuk azt, amikor egy epizódnak nem szabadna működnie, és mégis jól szórakozunk rajta. Szerintem ez tipikusan egy ilyen epizód. Hát az, hogy Körkapitány eltűnik a párhuzamos dimenziók közti átfedésben, és szellemként tér vissza, és kísért az Enterprise-on, hát ez szerintem nem triviális, hogy ezen jól szórakozunk, mégis működik. Említettem, hogy itt egymásra vannak lapolva a különböző konfliktusok, amik normál esetben zsúfoltságot okoznának. Itt mégis jól kiegészítik egymást, sőt szerintem szinergikus kapcsolatban vannak az egyes történetszálak, erősítik egymást ezek a vonalak, és így lesz egy jó epizód. Pedig, hogyha külön-külön vizsgáljuk, szerintem Dr. McCoy-nak túlzás az a személyeskedő, hozzáállása, és sokszor és ismétlődően száll rá a spokra, talán ugye az anomáliának a hatására, de mégis a néző számára ismétlődően és, és sokszor nagyon belemenősen támadja a spokot. Ugye Spocknak itt van ez a mondata, hogy sohasem történt még zendülés csillaghajón, hát elég, hogyha csak a This Side of paradise mondjuk, vagy magát, a Vissza a Tiltott Bolygóra című dupla epizódot, ahol ő maga zendül, de aztán lehet, hogy kényelmesebb azt mondani, hogy hát, ilyen soha nem történt a csillagflottában. Hát a Discovery-ben történtekről már nem is beszélve, de hát az mondjuk nem a készítőknek a hibája, hogy nem látták a 50 évvel későbbi Star Trek franchise történéseit. És számomra az sem mindig világos, sőt, sohasem csapódott le rendesen, hogy hogyan is szökik meg a, az Enterprise-a tólián hálóból, hát csettintésre, valahogy kijön, de ezt én sosem koncentráltam rá az epizód nézése közben, és mindig csak utána gondolkodok el rajta, hogy épült, épült az a háló, növekedett a feszültség, ugye lépésről lépésre haladtunk, hogy hú, itt valami nagyon, nagyon készül, és ennek nem lesz jó vége, és az így egy csapásra vége lett az epizódnak a végén, és mint hogyha csak egy álomnak az elejéről beszélnénk, nem tudok rá visszaemlékezni, hogy mi volt a megoldás, és hogy ö, hogyan szöktek meg. Nyilván biztos van rá valami magyarázat, de annyira elsikkad ebben az egészben, hogy egyszerűen nem találom meg ennek a fonalnak a végét. Mindezeknek az ellenében mégis azt mondom, hogy hát ez nagyon működik, és nagyon szórakoztató nézni, és a harmadik évad egyik fénypontjáról beszélünk. Rengeteg mindent kapunk, tényleg kapunk egy anomáliát, kapunk azt, hogy mondjuk a kör eltűnik egy olyan dimenzióba, ami nem hagyományos, hogy nem azt mondjuk, hogy na eltűnt, elvitték, elrabolták, hanem mond, ott van, de nem tudunk, tudunk hozzányúlni, és semmi, hogy egy, egy másik dimenzió, amit mondjuk 60-as években is ne, az átlag ember nem tudott volna úgy felfogni, hogy na most ott van, még sincs, most hogyan szedem onnan ki, tehát a megoldást nem tudtuk volna úgymond kitalálni átlagos műveltségünk alapján, jó még mondjuk annyira ma sem, csak mindig arra gondolunk, hogy jó, valami hipermodern küttye hozzá, Másrészt ott van ez a tényleg ez a kaptásszerű járvány, ami gyakorlatilag itt 40 éve megelőzte a kaptársorozatot például, meg a különböző zombi filmeket, és akkor még nem beszélünk arról, hogy itt közben van egy másik emberi szál is, ahol tulajdonképpen a két ős ellenségnek, a két örök vita partnernek kell együtt működnie. És mégis ez az egész belefér 40-valahány percbe, gyönyörűen meg tudják oldani, jó, van egy kis hiányosság, hogy hogy szabadulunk ki tényleg abból a hálóból. Nem úgy, mint mondjuk például az Enterprise dupla epizódjában, hanem egyszerűen a rálőnek az egyik hajóra, gyakorlatilag széjjel a hálót. A, az akkor úgymond a száz éve korábbi verziójú hálót a toszkorabeli fegyverzettel sikerül megsemmisíteni. Itt ilyen lehetőség nincs. Azért a toljának itt egy kicsit már tovább gondolták a cucaikat, tehát nem olyan egyszerű semlegesíteni. De szerintem ez nem von le úgy az epizódnak a minőségéből. Tényleg mindvégig fenntartja a feszültséget, hogy aki mondjuk nem tudja, hogy kik azok a tóliánok, vagy tényleg először néz Star Trek-et, mondjuk tényleg nem, nem tud rájönni, hogy most akkor mire, mi, mi, a következő lépés, tehát ez mondjuk ilyen, azt mondom, trekszüzeknek való epizód, hogyha meg akarnak nézni valamit, hogy na, mi is az Trek, hogy tényleg nem azt kapjuk, amit a nagy lövöldözős szifikbe található, ezt azt mondom, hogy Star Trek. És tényleg az út a vége, hogy ott nem a szokásos poénkodás megy, hanem tényleg Gyakorlatilag az, hogy McCoy és Spock együtt hazudik ugyanazt, hát tényleg körkapitányként, vagy akár rajongóként is nézve, hát ez tényleg egy egy csúcs, hogy végre olyasmit kapunk, hogy McCoy és Spock egyetért valamiben is mintha össze, nem, nem, beszéltek össze, és mégis mind a azt mondja, hogy, hogy, milyen üzenet. Hát nem volt időnk nekünk itt üzeneteket nézni, hát volt egy probléma, meg kellett oldani. És, és egymásnak bólogatnak, gyakorlatilag azt mondom póker arccal, ami már eleve gyanús, hogy tényleg látszik Körtnek a száján is a mosoly, hogy jó, ezek itt, ezek itt a hazudnak, de legalább végre látom, hogy együtt tudnak ők működni, hogy tulajdonképpen ők azt hiszik, hogy ők körköt szedik rá, de valójában a körköt mosolyog, hogy valójában én szedtelek rá benneteket, hogy na, ugye úgy sikerül beneteket összebékíteni. Amit egyébként majd a kánharagjába sajnos nem látunk, hogy például, a körk, vagy mekkor gyakorlatilag megsiratja Spoknak a halálát majd, idéglenes halálát, mindegy. Na ezt teszi azzá ezt a triomvirátost, ami tényleg veszekednek, ugratják egymást, Folyton a másiknak a szemére vetik, a, ami az egyedi jellemzőjét, egyedi tulajdonsága, ami egyrészt különlegesé teszi, meg úgymond zsenialitása, zseniálissá, de amitől egyébként falra mászik a másik kettő, vagy a másik személy. De mégis tűz és jég mind a hármójuk, de mégis együtt viszont, akár, akár csak ketten is már félelmetes csapat, hogy bármire képesek. Én azt mondom megint, hogy ha a tízes skálán kellene ezt uh, az epizódot jellemezni, akkor szerintem itt a, egy er nagyon erős kilences tudnék adni. Azért nem tízes, ez pont, amit Csabi is említett, hogy hogy szabadultak ki ebből a hálóból. Ez elsitlottak-e fölött? Voltak parancsok arra a SPOK részéről, hogy... Uh hát gyakorlatilag átugrott, vagy kiugrott, tehát már majdnem befoltozták a, a toliánok a, a, azt a hálót, de hát ugye még a körköt ki kellett hozni, és gyakorlatilag az Enterprise dimenzióváltással, legalábbis ez volt itt, egyébként nem is értettem én se, hogy gyakorlatilag itt Entry into Interspace, tehát ugye a dimenzióváltásra kellett beprogramozni a kompjútert, ugye ezt Csakov megtette, és akkor ott ugye utána, tehát gyakorlatilag átugrottak abból a dimenzióból, és akkor utána vissza, tehát nem tudom, itt valami traktorfield, vagy nem is tudom mi volt, valami energiamező is aktiválódott, és persze közben még a körköt is vissza kellett hozni, tehát az se volt biztos, hogy sikeres a, a, transporter. Itt szerintem egy picit elveszett a, tehát maga az a manőver nem volt teljesen egyértelmű, mintha ki lett volna egy pár vágva. Az azt hiszem akkor volt, amikor a, a gyengélkedőn, ugye vagy a hozza, hogy diadalmasan, hogy megtalálta az ellenszert, és akkor mindenki megkapja az adagját, adag ott nagyon arra koncentrál mindenki, és, és ott az elsiklott. Nem baj, meg erre egy sorozatban nem is akkor a, a, a baj, tehát már egy mozifilmben lehet, hogy nagyobb kérdéseket váltott volna ki, és ha már ennyire sűrű a cselekmény, milyen jó mozifilm lehetett volna? Tehát néha mozifilmeknél, mondjuk a mai akciódus mozifilmeknél, hogy nem, nem győzik kapkodni a fejünket, de néha az akció csak üres akció. Még itt ezek a, 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 a témák, körkeltűnése, a, a legénység őrülete, a dimenzióváltás, egy új ellenség felbukkanása, akiből lehetett volna egy ilyen romulánokhoz hasonló mumus ilyen asztalon, mert ugye itt még nem látjuk őket teljesen. <laughs> ja is annak, aki egyébként látja, tehát a legfurcsább idegen lények egyébként, és nyilván itt nem lehetett volna megvalósítani. Szóval tényleg ez a jó, mix, amit, amit nagyon szívesen újra nézel, mindig más szemszögből, vagy arra a drámára koncentrálva, ami felépül a Körkapitány nélkül maradt hajó legénységében, hogyan kezeli ezt a, a legénység. Tényleg csak vágynak arra az emberek, és tényleg csak szellemet látnak, tehát aki elsőre látja, is ez tipikusan az epizód, amit jó újra és újra <laughs> úgy végignézni, hogy mintha elsőre látna az ember, akkor ezek mind fölmerülnek. Tényleg lehet az, hogy most akkor körkapitány nélkül folytatódik végül is harmadik év, vagy itt lehet, hogy, hogy nem váltatta az esetnek tovább, vagy mi. Tehát ez a mai világban ilyet már simán előfordulna. És meg hát itt volt egy rendezőváltás, ugye egy, egy rendező elbocsátás, szerintem talán itt az egyetlen azt sorozat történeti hogy forgatás közben, és amikor manapság mondjuk ilyen ilyen nagyobb filmes francsázoknál, hogy hát rendezőket bocsájtottak el, és jött egy másik, és hát ez példátlan, ilyen nincs Hollywood történetében, ez vége a Star Warsnak, meg minden, de közben nincs vége annak sem, meg az a Star Treknek sem volt vége, mert sok tehetséges ember itt például ami nagyon jót hozott ki. Tehát elhagyták azokat, amik mondjuk nem működtek volna ebben az epizódban, és megmaradtak, és tényleg jó arányban megmaradtak, amik, amikkel mindvégig izgalmas és feszült maradt a rész. Ugye mindig szoktuk mondani indokolatlanul, hogy 50 percben sok minden belefér, de 50 perc alatt is tudsz unatkozni, még akkor is, ha akciódús, vagy jónak mondható az alapszituáció, de például nem látjuk a legénységnek az ilyenfajta működését. Tehát érezzük, érezzük azért, hogy kell, a trimburátus mellé kell a többi legénységi tag. Nagyon jó volt itt Scotty Uhra, Csekov aktívabbá tétele, és tehát így fölépítik azokat az elemeket, amikből tényleg érezzük ezt, hogy, hogy mennyire jól működik a legénység körkel, de körk nélkül is. Ami azért érdekes, mert ha most főleg a mai mozifilmes híreket nézzük, hogy úristen, most akkor mi lesz, lesz-e lesz körkapitány, lesz, lesz -e ez a legénység, akkor igazából, ha te valakit jól felépítettél, akkor ő neki a, a, ugye ez az aftermath, hogy ott van, amit Körk hagy, gyakorlatilag egy rövid, inspiráló beszédben a tisztjeinek, egy ilyen útravalóként amit ők vihetnek magukkal megerősítésképpen, mert Spock, Spock is, ha nem is annyira érzelmes, de spirituális embernek mondható, akkor pláne olyan, aki, aki tiszteli azt, amit a kört mond. Tehát ez nagyon jól fel volt építve, és rávezető feszültség is. Tehát, hogy nem merik, vagy nem akarják, nem ezzel szembesülni, nyilván mekkora azért akarja, megforszírozza. Egyébként elsőre nézve, ebből simán azt is gondoltad volna, hogy itt én nem, mekkor, nem, nem szpok azt az első, vagy a kapitány helyettese, vagy a kapitány, hanem Körk azt mondja, hogy hát ö, alkalmas lenne, ő lenne a legalkalmasabb, de úgy gondolom, hogy túl rideg vulkániként nem alkalmas a legénység vezetésére. Emlékszünk, amikor például Déta volt kapitány, és, és volt a legénységi tag, aki szemébe mondta, hogy hát uram, minden tiszteltem, ön nem alkalmas kapitánynak, hogy egy, egy Klingon sem lenne jó hajótanácsadó. Körkben minden megvan, és annyira jól fölépítette magát itt a harmadik évadra, hogy a jelenléte nélkül is ott van érezzük, tehát szellemként, szellemként ott lebeg a, a megmaradt két főtisztjében is, meg a többiekben is, még ha itt ez nagyon is elénk volt téve kedvenc nagy epizód, én tehát ez nekem már most pontozni kéne, ritkán szoktam pontozni, de 10 de pont, amit uh, én szempen betenném abba a top 10-ba, amit uh, átadni a, a Star trek most, most megismerőknek, mert hát itt vannak az összefüggései is, a, a, akár a, a legújabb sorozatokkal is. Az említett Enterprise tüköruniverzumos epizódot, a folytatás előzményt, azt megnézhetitek jövő héten a tévében, most úgy tűnik, hogy augusztus 11-én kedden 18 órától kezdődik majd az első rész, de óvatosan kezelem az ilyeneket, mert a is kitettem, hogy mikor lesz a Carbon Creek, többen kommentelték is, hogy hú, tök jó, ezt meg is nézem, tök jó, hogy szóltunk, és hát a TV csatorna összecserélte az epizódokat, és nem akkor volt, amikor kitettük, úgyhogy ezt kalkuláljátok azért bele, kedves hallgatók, hogy ilyenek lehetnek, de most minden jel arra mutat, hogy ezt így vagy úgy, de meg tudjátok nézni majd a jövő héten. Azért sok olyan epizód van a Star Trekben, amikor szellemek vannak, vagy szellemekké válnak főszereplők, és ezek többségében nem túl jók. Mondok egy párat, például amikor Hoshi eltűnik a, az Enterprise második évadában, bár én bírom az ő karakterét, de az az epizód, hát furcsa reset gomb van a végén, nem is olyan jó a megítélése, de mondok még rosszabbat, ugye amikor Crusher Doki, hát intim kapcsolatba kerül egy szellemmel, az is egy, hát csukott szemmel tudjuk csak nézni azt a TNG epizódot, meg van egy olyan is, amikor a Rózászlós és a Jordi eltűnik, az viszont nem olyan rossz, úgy emlékszem, a TNG-ben, tehát egy ilyet is ö, tudunk, nektek melyik a kedvenc, vagy vagy legrettegettebb szellemes epizódotok egyébként? A, úgymond a legrosszabb szellemes epizód az tényleg ez az Enterprise-ból, amikor tényleg Hoshi ott benragad a transporterben. Amit meg mondva ez a tényleg, amikor a Romulán hajó miatt és ilyen metafázisból vagy nem tudom, mibe kerülnek Jordi meg Lauren, az viszont tényleg egy nagyon jó egyébként. Ugye egyrészt ott, ott is sok mindent látunk, hogy tényleg ott a romulánoknak segítenek, a romulánok ugyan kicsit húzzák a szájukat, de elfogadják a segítséget, közben ők meg ott tényleg ott próbálják felhívni a figyelmüket magukra, hogy hoppá, nem haltunk meg, itt vagyunk, itt vagyunk, csak, csak hát máshol vagyunk, máshol vagyunk, de mégis itt vagyunk, és próbálnak valamit segíteni. Az tényleg azt mondom, hogy az egy nagyon jó epizód arról a szellemes, a Ronin epizódról, arról inkább, megint inkább nem beszéljek, mert az, az is azt mondom, hogy egy ilyen felesleges, az csak arra volt jó tényleg elnézést kérve a Crusher rajongóktól és a művésznőtől is, hogy na láthassuk a, tulajdonképpen a Crusher családnak a otthonát, az tulajdonképpen arra jó, hogy lát, hogy azt a kolóniát, ahol tulajdonképpen idegenekkel együtt emberek együtt felépítették, de voltak ilyen érdekes dolgok is azon a bolygón. Az egy halloween epizódnak mondható inkább egyébként, nem olyan rossz az, bár érdekes, hogy pont így a, nem tudom, hatodik, hetedik évad környékén volt. Nekem viszont a hos is az nem volt rossz, mert szerintem tök jók ezek az első két évados Enterprise-os sztorik. Tehát ilyen dolgokat hoznak, elő, de, de picit más szemszögből. Tehát persze, hogy már négy sorozat után ott nem mindig voltak teljesen ö, zseniálisan ö, friss és hamvas. De emlékezz például a Barclinak, amikor volt az, amikor azt mondta, hogy transzport. Tudom, hát az van. alap, az, az sztori, amit ő ott látott a vosít, összehasonlítod, azért de azt javazod, már nem lehetett, lett, ő, ő, akkor hát nem már nem lehetett bódantani. Mert bárki volt az első, akinek láttuk, hogy mi történik transportás közben, amit mindig kérdezi hogy Úristen, mi történt, amikor te szétesél, vagy az alatt a néhány másodperc alatt beragadva, hogy ez a transporterpszichózus vagy, vagy mi is volt, és, és bár ott természetesen azok az idegen lények játszottak közre, tehát nyilván ott, ott volt egy plusz effektus is, hát nem minden transportálásnál van ez, megmutatunk mindenkit, aki most készül transporterrel mondjuk nyaralásra utazni hát a jövő héten egy újabb mélypont jön Platón most a gyermekei hát nem tudom mi lesz itt srácok, nekem az az érzésem mint amikor Dave a Children's Shell lead előtt voltunk, és ott te egy kicsit rettegtél, hogy hogy fogod ezt túlélni hát szerintem itt ez a ez a franchise-nak az egyik legnagyobb hullámvölgye megpróbáljuk ezt is abszolválni és túltenni magunkat rajta nem tudom nektek milyen emlékeitek van Erről, a, erről, az egészről. Egyébként történelmi az epizód, mert itt lesz a, az Uhura és Körk csók, de hát ezen nem, nem, sok jót tudok róla mondani. Hát egyenesen kínos, és pont a harmadik évadban ilyen jó kis erős epizódok után ez tényleg a mélypont. Nem lehetne azt csinálni, hogy ha ez hullámvasút és lefelé robogunk, esetleg egy váltóval elágazunk, kihagyjuk ezt a részt, és visszatérünk majd felfrissülve a következő epizódhoz. Körk csókja. Hát Kínos azért, mert a déli államok néhány tévi államása, vagy nem tudom, nem nagyon vetítették talán nem miatt az epizódot, de kínos azért, mert igazából nem Körk kapitány csókolja meg uhurát, hanem ugye őket irányítják. Tehát igazából mégsem azt történik meg, hogy egy hogy azt látjuk, hogy egy 23. századi fehérbőrű férfi megcsókol egy színesbőrű afroamerikai hölgyet, egy beosztottját. Tehát semmilyen szempontból nem dőlnek le falak, ha utólag nézzük, mert irányítják őket, és ez a mímelés pont ezt teszi feledhetővé, vagy súlytalanná azt, hogy ez, ez amúgy tévétörténetleg mindig szokták emlegetni. Nem baj, meglátjuk az újranézés után. Én a törpétől félek egy picit, mert ő, akármennyire is most ez tiszteletlenül hangzik, szerintem akkor még egy indokonatlanul, tehát ilyen, ilyen mesesszerű, meg ilyen kínos karakterként hozták be ezeket a amúgy persze tehetséges színészeket, és sajnos sokszor. Tehát sok, ninc, ninc, nem vagyunk még ugye a Trónok Harca, Ura, meg egyéb olyan, olyan filmek, mivel, ahol. Hát a Twin peaks a, a szürrealizmushoz azért. Jó, a Kenny se feledjük el szegényt, Arthur versébe sopály, sok igaz. időt töltött. Dév, te mindig a könnyebb utat próbálod választani, de hát nincs kitérő, hát küldetésünk van. Minden epizódot meg kell nézni, úgyhogy ezt is meg fogjuk csinálni. Jövő héten találkozunk, Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Akkor itt az nem lehetett azt csinálni, mint uh, tudjátok, uh, melyik volt az az amerikai űrhajós, aki tök sok várt a kilövésre, és aztán hát visélnie kellett, és akkor igen, megadjuk az engedélyt, hogy az ő ruhába. <laughs> Jó, vágópont vége.